Akik ismerik az Alkímia ma sorozatot, ott tudják, hogy sokszor 3-4, néha akár 5 részből is álló ez a sorozat. Mindig voltak is előzetes kvizek, rövid bevezetés, valami hallgatói élettel kapcsolatban. De a legstandardabb, ami mindig van a nagy előadás, mindig valami bemutató vagy kísérlet követi. Ez ugye időben általában egy rövidebb dolog szokott lenni, látványos kémiai kísérletek, itt a legismertebbek talán Rókatonár úr kísérletei a sok-sok év alatt. Hát idén is ezek meglesznek, az Alkímia mának jelenleg az online folyamatában a főelőadást követni fogja egy ilyen bemutató jellegű, egyszer-egyszer ez össze fog olvadni magával az előadással. Elnézést kérek, de a jelen nem levő középiskolások miatt a kvíz részeket és ezeket a dolgokat idén kihagynánk, a különböző más formális dolgokat is. Reméljük, hogy a tavasszal ez már nem így lesz. Na most a következő lépés egy kicsit előadásabb jellegű lesz, mint ami az önök hozzászoktak, nem lesz fényfüst hangjáték ilyen szempontból, de szintén nagyon aktuálisan ezzel a témával, a Covid-dal hozható kapcsolatban. Az előadónk Tordai Attila, a SOTÉ-nak tanszékvezető egyetemi tanára, molekuláris diagnosztikával foglalkozik, és őt kértem meg, hogy egy kicsit beszéljen nekünk arról, hogy mint halandók, amikor várjuk, hogy jöjjön egy maszkos, szkafanderes ember és bántsa a torkunkat, vagy megszúrjon minket valaki egy helyen, kicsit egy kis háttérinformációt adjon ehhez. Kedves Attila, tiéd az előadás. Köszönöm szépen. Tehát kedves érdeklődők, ugye nem láthatóan, de azért talán van valami fajta érdeklődés ezután a szerkezeti előadás után, ahol a vírusnak tényleg a teljes működését és lelki világát megismerhettük. Abba az irányba kanyarodunk, hogy hogyan lehet ezt a vírust megfogni, hogyan lehet őt kimutatni. Én a képzettségemet tekintve egy ilyen kimutató, vizsgálódó emberke vagyok, aki folyton teszteket csinál, teszteket tervez, teszteket fejleszt, és azokat próbálja interpretálni, és most azt gondoltuk a Gergellyel együtt, hogy ezek között, a tesztek között lenne érdemes egy kis logikát keresni és felfedezni, tehát magyarul ezeket valamennyire rendszerezni, mi mire jó, mi mire irányul, melyik tesznek, mi a előnye, hátránya és így tovább. Tehát ezzel a témakörrel fogok én most itt körülbelül 15 percben foglalkozni. Tehát az egész történet, hogyha én ugye egy kórokozót ki akarok mutatni, diagnosztizálni akarom, akkor már azon is érdemes gondolkodni, hogy melyik laboratórium foglalkozik ezzel. Hát ez a mikrobiológia tárgyköre, ugye az orvostudományban, a labordiagnosztikán belül van ez nagyjából egy alcsoport, és azon belül is a vírus laboratórium, logikusan vírusdiagnosztika, ami általában részlegként szokott elkülönülni ezekben a szervezeti egységekben. Tehát, hogyha egy kórokozót üldözünk, és egy kórokozót keresünk, akkor kitűzhetjük célul magának a kórokozónak a elkapását és a tettenérését. Ezt hívom én közvetlen kimutatásnak, és a közvetlen kimutatás kapcsán többféle megközelítést alkalmazhatunk. Ugye megpróbálhatjuk ezt a kórokozót ebből a mintából kiszedegetni, izolálni, és egy kicsit őt megfelelő körülmények között arra serkenteni, arra bírni, hogy ő sokasodjon, és ez a sokasodás aztán lehetővé teszi nekünk, hogy őt azonosítsuk. Tehát ezt hívjuk tenyésztésnek, ugye ez a baktériumok esetében még manapság is elterjedt rutindiagnosztikai módszer, a vírusoknál ez jóval bonyolultabb és munkaigényesebb, ezért ezt a rutindiagnosztikában már nem használjuk, majd még ez elő fog jönni. Helyette inkább, ha közvetlenül a vírusra vadászunk, akkor vírus alkotó részekre vadászunk, és hát ahogy hallottuk, célba vehetünk vírus fehérjét, és célba vehetjük a vírus nukleinsavat is.
A másik, igen, és akkor ide alulra hozogattam főbb pontonként a előnyüket, hátrányukat. Tehát ha magát a kórokozót mutatjuk ki, akkor nyilvánvalóan egy pontos és érzékeny módszert használhatunk. De vannak azért hátrányok is, és vannak korlátai is ennek a megközelítésnek. Itt már rögtön jelzem a mintavételt, tehát hogyha nem sikerül megfelelő mintát és megfelelő helyről vennem, akkor én egy álnegatív eredményt kaphatok, ez a baktériumok esetében is nagyon gyakori, és a vírusoknál is előfordul. Itt majd lesz egy részletesebb ábra a mintavételről, és ott majd még ezt részletesebben is boncolgatom. Időnként előfordulhat az, hogy én kimutatok egy vírusalkotó részt, vagy egy baktériumalkotó részt, de az már egy nem kórokozó állapotban levő vírus alkotó rész, tehát félig meddig döglött az a vírus, és akkor hát egy olyan információt kapok, ami a klinikai kimenetel, a klinikai hatás szempontjából kevésbé releváns. A másik, teljesen másik irány, amikor elfelejtkezem magáról a kórokozóról, hanem inkább a szervezettel foglalkozom, és a fertőzés által kiváltott változásokat próbálom meg kimutatni. Logikusan mindenki tudja, hogy ezek a kórokozók immunválaszt váltanak ki a szervezetünkből, és ennek vannak specifikus jelei, ezek az antitestek, ez a módszer is nagyon elterjedt. Ez is nagyon pontos tud lenni, tehát konkrét vírus fehérje ellenes antitestek kimutatása oldható meg viszonylag egyszerűen és gyorsan, olcsón is. Azt tudom mondani, a hátránya ennek a történetnek, hogy itt csak egy reakciót vizsgálok, tehát hogy itt az időbeliséget figyelembe kell venni, ahhoz, hogy ez a reakció kialakuljon, ahhoz időre van szüksége a szervezetnek. Tehát nem azonnali real-time vizsgálat. Ha egy másik oldalról közelítem meg a kérdést, akkor feltettem a kérdést, hogy milyen ez a teszt, amit én használok. És akkor elkülöníthetek gyors teszteket, vagy Rapid Diagnostic Testet, a RDT-t az angol rövidítés szerint, aminek egy szinonimája, hogy ez annyira gyors ez a teszt, hogy ez most már kijött a laborból, kimászott, és oda ment magához a beteghez, és ezért az angol terminus technicus az a point of care testing, tehát ahol ténylegesen zajlik a gyógyítás, ott történik a teszt. Ezek ugye jellemzően kicsi készülékek, hordozhatók, most már a falba se kell őket bedugni, tehát a saját áramellátásuk is van. És ez a megközelítés, hát ez nyilvánvalóan nagyon népszerű és nagyon perspektívikus, és egyre inkább teret nyer a labordiagnosztikában. Ezzel az egész gyorsasággal szembeállíthatjuk a hagyományos nagy automatákkal és kialakult laborrendszerrel végzett teszteket, tesztelést, amit hát talán laboratóriumi teszteknek is hívhatunk. Itt is próbáltam az előnyöket és a hátrányokat gyűjtögetni. A bal oldalon, tehát a gyorsaság mellett még felhozzák az olcsóságot és az egyszerűséget is, és azt is, hogy ezt a kis kütyüt, ezt gyakorlatilag bárki be tudja nyomni, tudja használni, könnyű a mintavétel is, tehát nem igényel képzett személyzetet, nem kell ide laborszakorvos, meg nem kell laborszakasszisztens. Ugyanakkor jelen pillanatban még vannak azért a rendszernek hátrányai. Ezek a kisgépek most még nem nagyon képesek kvantitatív mennyiségi információt adni, hanem csak minőségit, tehát egy igen nem választ. Nincs meg a minőségbiztosítás, ami hozzájuk kapcsolódik. Nem nagyon vannak ezek betesztelve, ezek a műszerek, hogy ezek valóban nap mint nap, napról napra megbízhatóan működnek, vagy sem. És hát, hogyha a dolgozó kezébe kerül ez az eszköz, akkor az interpretációnak nincsen semmilyen háttere. Tehát ő akkor akár meg is ijedhet. Olvas valami furcsaságot ezen a gépen, és akkor ő baromira meg tud ijedni. Egy másik pedig esetleg, ha olyan állapotban van, akkor azt mondja, hogy ja, hát ez nem is olyan lényeges, ezzel nem kell törődni. Tehát a nem megfelelő következményekhez vezető interpretáció lehet jellemző erre a rendszerre. Hát ezzel szemben, akik védik a régi várat, a szakemberek és a beszállítók is ugye
akik ezeket a hatalmas batárokat gyártják és szállítják, azok nap mint nap nem győznek kihangsúlyozni azt, hogy a minőségbiztosítás, a reprodukálhatóság az még mindig az ő oldalukon van, és ezért hát reménykednek abba, hogy ez a hatalmas szekrényszerű laborautomata rendszer még mindig majd még tovább fog élni, és ők még szállíthatnak bele jó drága reagenseket, és az ő oldalukon van a szakma, a szakszerű interpretáció, a szervezettség, és így tovább. Tehát ez a harc, ez jelenleg folyik, és hát érdekes lesz a kimenetelét majd tekinteni. De mivel ez a sarsfertőzés ennyire megütötte a világot, ezért itt a gyorsaság, a gyors teszteknek a jelentősége különlegesen hangsúlyozott. Na, tehát akkor most már ráfókuszálunk, tehát ez volt az általános, hát ilyen, kicsit egy ilyen összehasonlítás a különböző csoportosítási lehetőségekről, és akkor a SARS koronavírus vonatkozásában minden módszer nyilván játszik. A tenyésztésről mondtam, hogy az rutinban nem játszik, ezzel szemben antigénre is és nukleinsavra irányuló tesztek fejlesztése is őrületes energiával zajlott. Hát ahogy a kollégám utalta a vírussal kapcsolatos szerkezetkutatás robbanására, én ezt a robbanást azzal illusztrálom, hogy ezen a bizonyos non-profit websájton, ahol a diagnosztikai teszteket gyűjtögetik szorgalmas svájci kollégák, jelen pillanatban 64 olyan megvásárolható teszt szerepel, 64 különböző CE minősítésű, megfelelően gyártott és piacon lévő teszt szerepel, amelyik valamilyen SARS koronavírus antigén kimutatására van kitalálva. A preferenciákat látjuk abból, hogy ez... Ezzel szemben látjuk, hogy a fejlesztők sokkal népszerűbb a fejlesztők körében a nukleinsav. Mert a nukleinsav célként, tehát olyan tesztek, ahol a nukleinsavak, a vírus nukleinsav célként szerepel, célpontként, abból már 372 van, de most azért ez tényleg elképesztő. Tehát ebbe aztán minden országnak a gyártói sorompóba léptek. Tehát azt mondom, hogy itt is egy, én megkockáztatom, soha nem látott aktivitás és robbanásszerű fejlesztés és laboratóriumi munka zajlott, hogy a világot ellássák megfelelő diagnosztikai eszközökkel. Hát itt kigyűjtöttem, hogy mi minden lehet cél, hát gyakorlatilag bármi, ezt tényleg Gáspári tanár úr ezeket bemutatta, ezeket a fehérjéket, speciális vírusfehérjékre vagy vírusnukleinsav szekvenciákra kell itt gondolni. És akkor elérkeztünk oda, hogy ugye a direkt kimutatásnál mondtam, hogy a mintavétel az egy kritikus dolog. Tehát hol van ez a vírus? Ugye itt kapcsolódok ahhoz a kérdéshez, hogy ezt a virágot ugye a befogadó sejt hogyan ismeri föl, és ehhez kell a receptor. És a ACE2 receptor a mai tudásunk szerint kétféle epitél sejten van rajta, és gyakorlatilag mindösszesen ez a két sejtféleség, amelyik megfertőződik a vírussal, és ahova a vírus behatol. Ezek az egyik a légzőhám epitél sejtje, a másik a gyomor-bélrendszer, bélcsatorna epitél sejtje. Hát ezek mondjuk elég nagy felületek, tehát két óriási felületen elhelyezkedő sejt féleséget tud a vírus közvetlenül megfertőzni, tehát itt vannak ezek a sejtfelszíni receptorok, és amennyire én tudom, a többi sejten, mivel ezek a receptorok nincsenek ott, a vírus ezekben a sejtekben már nem tud behatolni. Tehát gyakorlatilag, ha mintavételben gondolkodunk, akkor ezeket a sejteket kell megkeresnünk. Hát a gyomor-bélrendszer epitél sejtből mintát venni az talán egy kicsit bonyolultabb, tehát akkor mennyivel jobb a légző rendszer, és akkor ugye ornyálka hátja az van legközelebb a külvilághoz, ahol ezek a csillós hengerhám sejtek tartózkodnak, és akkor az a feladat, hogy egy ilyen pálcával
a lehető legmagasabbra be kell nyúlni az ornyálkártyáig, ez rettenetesen kellemetlen tud lenni. Nem nagyon mondják meg, hogy hány centire kell ezt földugni. Az egyik lelkes asszisztens az gyakorlatilag a homlok üregig feltolja ezt a pálcát, és akkor ugye az ember így mászik fölfelé. A másik asszisztens kevésbé lelkes, és akkor nem tolja föl annyira. Minden esetre ez egy nagyon kellemetlen beavatkozás, de maga a mintavételi eszköz egy egyszerű vattával ellátott kis pálcácska. Ráadásul még miután kotorászott az ornyálkaártyánk környékén a mintavevő, utána még a torkunkba is bekotor, és ráadásul ugyanazzal a cuccal, tehát még nem is fordítja meg, mert itt az anyag halmozódása cél. Tehát itt nem érdekes, ugye, ha én a saját ornyálkaártyámról sejtét jutatok a garatomba, abból semmi probléma nem lesz, és az a cél, hogy minél több anyag legyen, és mind a két helyről. És akkor utána ezt így bedugja ebbe a transport folyadékba, ez egy nagyon egyszerű sejtenyésztő oldalt, ami pufferolt, és egy kis némi kis adalékkal biztosítja, hogy hát ne pusztuljanak el a vírusok, meg a sejtek se, és akkor ezzel néhány órán belül laboratóriumba szállítható szobahőn ez a minta, tehát semmi különleges szállítást nem igényel. Tehát ez egy viszonylag egyszerű szállítási, prianalitikai rész laboros szemszögből, viszont maga a mintavétel szerintem abban van kihívás. És igenis azt mondom, hogy előfordul olyan mintavétel, ami nem történik szakszerűen, és akkor az szükségszerűen áll negatív eredményt hoz. Ezért is van, hogy sokszor előírnak ismételt mintavételeket, és ezért próbálják a megbízhatóságot biztosítani. A másik aspektus ennek a mintavételnek, amire pedig a Tóth Gergely utalt, hogy mivel a személy, akitől vesszük a mintát, ő potenciálisan fertőző, és hogyha egy ilyen fertőző helyen ott kotorászik az ember, akkor a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ő is megfertőződik, ezért hát be kell öltözni, és akkor ide, én ezt a képet hoztam a netről, de hát biztos még jobb képeket is lehet találni Koreában, amikor ezek a szkafanderbe öltözött ilyen űrlényszerű lények, ugye Koreában úgy van, hogy a kocsiból ki se kell szállni, de az űrlény behajol az ablakon, és utána bedugja a koreai dolgozónak az órába ezt az izét, és ki se kell szállni a kocsiból, és akkor az űrlény elvonul, és utána egy fél nap múlva megkapja SMS-be az eredményt a koreai dolgozó. Hát Magyarországon ugye a mentőszolgálat dolgozói végzik azt hiszem a kiszállásos mintavételt, és vannak most már mintavételi pontok is. Én is láttam a Waberernek a sátrát a Mon Parknál például. Le is akartam fényképezni, de aztán gondoltam, hogy megsértődnek. Két hölgy van ott olyan szerkóba beöltözve, hogy az őrület, hát fél óránként jár arra egy-egy ilyen egészségesnek tűnő fiatal ember, és akkor attól veszik a mintát, de hát ez a szabály, hogy a mintavevő szemét védeni kell. Ez a magyarázat, tehát van rajta kesztyű, rosté van, úgy hívják ezt a műanyag ízét, maszk van rajta, természetesen egy FP2-es maszk, és ugye a fejét is, és a teljes testét fedő. Ezek most már ugye egyszer használatos ruhák. Tehát ez az egész, ez nagyon kialakult, és hát egy kicsit ilyen mókás is bizonyos szempontból lehet talán viccesen is felfogni. Maga a módszer, ezt is mindenki hallja, most már szerintem már minden ember tudja, hogy mi ez a PCR, most már azt hiszem egyre kevesebben mondják, hogy PCR, régebben még mondogatták azt, hogy PCR, amire én ideges voltam, de hát ez egy PCR, ugye most hallom, hogy ugye ezt is lehet rendesen sarsnak mondani a vírus, tehát akkor ezt is lehet PCR-nek mondani, ez polimeráz láncreakciót jelent, egy nagy érzékenységű amplifikációja ennek a vizsgálati anyagnak. Azt szoktuk mondani, hogy egymilliószoros itt az amplifikáció, és ez gyakorlatilag a legerősebb amplifikáció az orvosi diagnosztikában. Ezt az egész folyamatot a végén egy fluoreszcens detektálással zárjuk, és a megfelelő kontrollok jelenlétében tudjuk megmondani mennyiségileg is, hogy mennyi vírus kópia, vírus RNS kópia volt a kiindulási mintában. De az RT az a reverse transzkripciót jelenti, ugye RNS-ről indulunk, és
maga a PCR az már egy komplementer DNS-ről történik, mert az sokkal stabilabb és sokkal könnyebb vele dolgozni. Tehát ez is egy nagyon sokak számára ismert ez a módszer, és ha áttérünk akkor az antitestekre, tehát hogy most a szervezet reakcióját vizsgáljuk, akkor itt is a darabszám, amit találtam az interneten, itt is 360, tehát óriási mintaszám, vagy tesztszám az, ami rendelkezésre áll. Valahogy a nyelvben ez erre terjedt el a gyors teszt kifejezés, de szeretném kihangsúlyozni, hogy DNS alapú, vagy nukleins alapú gyors teszt is van már. Tehát ez az, hogy gyors a teszt, az nem mondja meg pontosan, hogy milyen vizsgálati anyagot mutatunk ki. Tehát az nem szabatos, az csak arra utal, hogy gyors a teszt, igaz? Tehát az nem... De mindesetre a népnyelv nagyon gyakran az immunológiai antitest kimutatásra gondol, amikor gyors tesztet emleget. A gyors teszt az itt van, az olyan, mint egy terhességi teszt tényleg, tehát oda csepegteti az ember a vércseppet, és szakszóval laterál flow történik, tehát ezen a kis reakciótérben ugye a folyadék oldal irányba diffundál, és az oda beszárított antigénekkel reakcióba lép, hogyha van. Tehát megfelelő antigénnel, megfelelő antitesten, akkor reakcióba lép, és akkor így kijön rajta a csík, és van kontroll is, tehát egy megfelelőségi kontroll van rajta ezen a csíkon. Tehát ehhez képest a laboratóriumi teszt az nyilván bonyolultabb, többet tud mennyiségi meghatározást is. A gyors teszthez, tehát gyors immunológiai teszthez képest azért az tényleg több információt biztosít. Itt ideírtam ezeket az elegáns neveket. Tehát még egyszer ebből a vizsgálatból csak az derül ki, hogy volt-e fertőzés. Esetleg valamennyire időben be lehet lőni a fertőzés időpontját, akkor, hogyha különbözik az IgM és az IgG mennyiség, tehát a vírus specifikus IgM és IgG mennyiség különbözik. Ha egyforma, tehát mind a kettő pozitív, akkor körülbelül egy 3 hetes, 1 hónapos időtartamra lehet satszolni, tehát vissza az időben vissza a fertőzés időpontját. Majd erről is mindjárt lesz egy ábra. Jó, tehát akkor igen, és ez a következő, ahol ezt itt rendesen föltüntették az időbeliségét ezeknek a különböző érdekes anyagoknak, amiket ugye tudunk vizsgálni. Tehát itt a két szaggatott vonalas, az a két antitest. A tankönyvi dogmával ellentétben itt úgy rajzolja, hogy az IgM és az IgG között nincs nagy időbeli különbség. Mi eddig azt tanítottuk, hogy az IgM az jóval megelőzi az IgG-t. Azt hiszem, ez kórokozó specifikus, tehát van olyan kórokozó, ahol előfordulhat az kizárólag IgM pozitivitás a korai szakban. Önálló ennél a sarsnál úgy tűnik, hogy ezek nagyjából párhuzamosan termelődnek a szervezetben. Viszont az M az biztosan lecseng, azt tudjuk, tehát ha itt megnézzük, 6 héttel a fertőzés után már egy komoly diszkrepancia látszik az IgM és az IgG között. Tehát ha én kapok egy olyan teszteredményt, hogy valakinek sok az IgG-je, SARS-CoV-2 IgG-je, de kevés az M-je, akkor azt mondom, hogy legalább 5-6 hete volt neki fertőzése. A korai szakban látjuk a nukleinsav szintet, tehát a PCR pozitivitást. A PCR pozitivitás aztán eltűnik, tehát az az elejére jellemző, mert ugye később már a vírust kitakarítja a szervezet. Tehát különböző mintázatokat lehet itt aztán, különböző kombinációkat lehet a táblázatba föltüntetni, hogy ha PCR pozitív, de antitest negatív, akkor mi van, ha PCR pozitív és antitest negatív, akkor mi van, és ha antitest pozitív, de PCR negatív, nagyjából ez a 3 fő kombináció lehetséges. Hát itt még föltüntették a székletből történő vírus kimutatást is, mert ugye, mint mondtam, a bél epitél sejteket is ugyanúgy megfertőzi a vírus, ezzel magyarázható, hogy nagyon sok betegnek hasmenése van, sőt, van olyan beteg, akinél légúti tünetek alig vannak, vagy kevéssé vannak, és sokkal jellemzőbb a gastrointestinális tünetegyüttes. Tehát ez lett volna így az időbeliség és az interpretációnak az összegzése. Én akkor ezzel köszönöm a figyelmet.